megvédjük a fogyasztókat a közműcégekkel szemben, jelentette ki Zsigó Róbert. A Fogyasztóvédelmi Bizottság kormánypárti alelnöke elmondta, ennek érdekében egy törvényjavaslatcsomaggal készülnek a Fidesz-KDNP februári gyulai frakcióülésére. Salmeci Gabriella pedig kiemelte, a fogyasztóvédelem nagyot változott az elmúlt évtizedekben, mert amióta külföldi kézbe kerültek a magyarországi közműcégek, a családok azt tapasztalják, hogy a profit mindent felül ír. A Fidesz szóvívője hozzátette, erős fogyasztóvédelemre azért van szükség, mert az emberek érdekeit egyenként nem lehet képviselni. Vendégem a stúdióban Zsigó Robert, Fideszes Országgyűlési Képviselő, a Fogyasztóvédelmi Bizottság helyettesítő elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És hát persze nem véletlen az, hogy maga a fogyasztóvédelem kérdése szóba kerül. Itt van például a rezsicsökkentés kérdése, és az ezzel kapcsolatos számlák kiállításával kapcsolatban éppen a fogyasztóvédelem az illetékes. De ennél azért bonyolultabb kérdésről van szó. Jó estét kívánok mindenkinek! Hát a fogyasztóvédelem terület ez meglehetősen komplex terület. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki vesz egy cipőt, amivel probléma bármilyen árut, egészen odáig, ami aktuális kérdés, hogy a közműszolgáltatások helyzete hogyan áll, és hogyan élnek vissza az erőfölényükkel a közműszolgáltatók. Ez egy bonyolult rendszer, amiben az államnak megvan a maga szerepe. És ezért azt elmondhatjuk, hogy az elmúlt két és fél esztendő kormányzati fogyasztóvédelmi politikája, az a politikából világosan látszik, hogy ebben a két és fél évben ez a kormány többség, ez a kormány az emberek oldalára próbált állni, Meg, megpróbáltunk egy olyan állami fogyasztóvédelmi rendszert kialakítani, ahol a, a fogyasztók valóban hozzájuthatnak az őket megillető információhoz, tudatosabbak lehetnek, ismerik a jogaikat. És nem mellesleg egyébként a vállalkozások, a kis- és középvállalkozások is úgy értékelik, hogy jobb partnerének lenni az államnak a fogyasztóvédelem területén, mert hogy például a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot sem idézőjelben, bocsánat, kifejezésére bunkós botnak használja az állam, amely folyamatosan büntet és fenyeget, hanem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is átalakult egy olyan szervezeté, amely egyrészt megpróbál információt közölni, másrészt megpróbálja vállalkozásokat bevonni a mindennapi életbe, például a pozitív listával, tehát elkészült egy olyan az NFH honlapján hozzáférhető vállalkozásokból álló pozitív lista, akik betartják a fogyasztóvédelmi szabályokat. Több mint 15 ezeren megnézték már egyébként ezt a, ezt a, pozitív listát, tehát tudhatják, hogyha ehhez a vállalkozáshoz mennek be, akkor nagy biztonságot az ő jogaikat figyelembe veszik. Tehát egy ilyen szolgáltató, a fogyasztóvédelem területébe beletartozó közötti együttműködést erősítő, és információ, tehát sok információt közdő szervezetté vált a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is, és ezt próbálja erősíteni az állami fogyasztóvédelem is. Leterheltebbé váltak a fogyasztóvédelemnél a rezsicsökkentés, illetve a rezsicsökkentés alapján kiállított számlákkal kapcsolatos ügyletek miatt? Hát a közműszolgáltatókkal kapcsolatos kérdések, ezek most kerülnek leginkább felszére, A Fogyasztóvédelmi Bizottság ülésein, illetve én magam országgyűlési képviselőként is tapasztalom helyben, hogy egyre több olyan jelzés érkezik régóta húzódó ügyekben, amelyben azt kérik az emberek, azt kérik a fogyasztók, hogy próbáljunk megoldásokat találni. A közműszolgáltatások helyzete, erről egy vitanapot is kezdeményeztem novemberben az országgyűlésben, a, ez két részről állt ez a vitanap, egyrészt megpróbáltak tisztázni, hogy mi vezetett idáig. Tehát mi lehet az oka annak, hogy például 2002 és 2010 között a gázár több mint 200%-kal, a villanyár az majdnem 100%-kal emelkedett. Ennek egyik oka persze az, hogy a, az akkori Gyurcsány bajnai kormányok szinte kivétel nélkül mindig a, a közműszolgáltatók érdekeit képviselték és az ő oldaluk. Bocsás, már igolyán már válik ez a kérdés, de mindig mindenkitől megkérdezem, aki ebben a stúdióban jelen van a rezsicsökkentésre kapcsolatban, és előkerülnek a korábbi kormányok ügyei. Tehát megvolt az a lehetőség a korábbi kormányok kezé is, hogy mondjuk a rezsi költségeket csökkentsék? Minden kormány, volna ezzel? minden kormány kezében van arra lehetőség, hogy megpróbáljon a fogyasztók oldalára, az emberek oldalára, és megtalálja azokat a pontokat, ahol segíteni tud. Annak, ami 2002 és 2010 között a, az előző kormányok, az előző szocialista kormányok időszakában történt, annak megágyazott idézőjelben a 90-es évek közepének teljes erőltetett privatizációja. Akkor történt privatizáció. meg, így van, a hatnapos privatizáció, akkor történt meg, hogy a közmúlt szolgáltató cégek gyakorlatilag kivétel nélkül külföldi kézbe kerültek. Ez alapozta meg azt, hogy az emberek is azt mondják, hogy azt történik velük, azt csinálnak velük, amit akarnak, és ez alapozta meg gyakorlatilag azt is, ami a Gyurcsány-Bajnai időszakban történt, hogy 203 kal emelkedik a gázára. Ettől függetlenül a kormányoknak persze van lehetősége ebben lépni, csak az elszántság kell, úgy tűnt abban az időszakban is, és a Vitanap tanulsága is az, hogy a szocialisták ezügyben nem változtak. Tehát most is úgy tűnik, hogy azokat az érveket mondják, rezsicsökkentés ügyében is, a, amely a multikat, a közműszolgáltatók érvei ugyanúgy, hogy akkor is azt hajtották végre gyakorlatilag, ami a közműszolgáltatók. Illetve érdeké. hát a korábbi szerződések, ami állam és befektető között született, nyilván az, hogy hatott egy keskenyebb részt az állami ügyek Így van, Tehát a, a, a beleszólásra. Itt pontosan, tehát a, a, amit mondtam általában a fogyasztóvédelem területén, hogy az elmúlt két-két és fél évben ilyen módon változott a fogyasztóvédelem, a közműszolgáltatókhoz való hozzáállás is ilyen módon, kell, hogy változon. Több hétköznapi probléma van egyébként ezen a területen, hogy egyrészt január 1-től eddig a módon 10 a csökkent a gáz, a villanyáram, illetve a távhőáram, amire nem volt példa. Kérdés, de van, hogy a számlában is ennyit látunk-e? Mindent el fogunk követni, hogy ez így legyen, de vannak emellett nem csak az árakhoz, hanem a szolgáltatásokhoz kapcsolódó nagyon fontos kérdések, amelyek minden embert érintenek. Engedje meg, hogy néhányat mondott? Tessék. Néhányat mondjak. Ilyen évek óta húzódó ügy a számlaképek ügye. Tehát az emberek többsége azt mondja, hogy ő gázszámlát, villanyszámlát olyat kap, ami nem tud elmenni. Tehát nem, nem látja rajta, hogy miért kell fizetnie, mi alapon számlázták ki -e neki, milyen időszakra. Tehát a, készül egyébként a február elejé gyulai frakció, kihelyezett könt tárgyalni szeretnénk, és a parlament elé szeretnénk benyújtani egy olyan javaslat, javaslatcsomagot, törvényjavaslatcsomagot, amely ezeket a kérdéseket rendezi. Ebben például rá kell szorítani arra a közműszolgáltatókat, hogy olyan számlákat adjanak ki az ügyfeleiknek, a fogyasztóknak, amiből kiderül világosan, hogy milyen időszakban, milyen alapon mennyit kell fizetni. Ez a negyedéves elszámolás? Nem, negyed... Ez, a, ez a számlakép, ugye? Tehát számlakép. Úgy olyan számlák érkeznek, amiből az idős emberek is például tudják, legalább ki tudják számolni, hogy mi alapján fizetnek. A másik a mérőóra leolvasás. Hát nagyon sokan panasz érkezik arról, most a közműszolgáltatók arra vannak kötelezve, hogy évente egyszer olvassák le a, a mérőórákat. Innentől kezdve az emberek többsége joggal mondja azt, hogy a többi számlát azt gyakorlatilag hasra ütve kapja meg, és a közműszolgáltatók a közmű a szolgáltatók, a szolgáltatók használják az ő pénzüket. Tehát kötelezni kell a közműszolgáltató cégeket arra, hogy legalább negyed évente kötelesek legyenek leolvasni a mérőórát, és ráadásul ezt olyan módon kell majd szabályoznunk ebben a törvényben, hogy kötelesek legyenek a fogyasztókkal egyeztetni. Mert ma nem igazolható módon mondja azt a közműszolgáltató, hogy ő be akart jutni valahová, és nem voltak otthon. Tehát erre egy olyan szabályt kell, ezt végig kell meg kell nézni, hogy mi, a, mi lehet az eredményes, hogy kötelesek legyenek a fogyasztókkal is egyeztetni, hogy négyszer legalább évente leolvassák a mérőórát, és a valódi, tehát az emberek annyit fizessenek csak, amennyit fogyasztanak. Még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, méghozzá a novemberi vitanappal kapcsolatban. Az ügyfélszolgálatok kérdése. Ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy a közműszolgáltatók nem törekedtek arra, hogy bizonyos kilométer határon belül legyenek Én ügyfélszolgálatok, vagy legalábbis a régieket megszüntették a privatizáció után. Hogyan lehet kényszeríteni, vagy nem is azt mondom, hogy kényszeríteni, késztetni egy közműcéget, hogy ezt az ügyfélszolgálati kérdést rendezze Annak tudatában, hogy ez nyilván sok pénzébe fog kerülni? Az ügyfélszolgálatok. Ugye a, ma, a ma harmadik ilyen, ügy, amit el akartam mondani. Tehát gyakorlatilag eddig semmi nem akadályozta meg a közműszolgáltató cégeket, ahogy ön mondta, hogy vagy bezárják az ügyfélszolgálati irodáikat, vagy úgy módosítsák a nyitva tartást, hogy ez sok embernek ne legyen jó. A telefonos, és erre azt mondták, hogy telefonon persze állnak rendelkezésre. Számtalan olyan jelzés érkezett hozzánk, mi magunk is kipróbáltuk, fölhívtuk az ügyfélszolgáltatót. 20-30 percen keresztül senkivel nem tudtunk olyan beszélni, aki legalább meghallgatta volna a panaszunkat. Tehát ez nem megoldás. Ebben a törvényjavaslat, a törvény csomagban azt is el kell rendeznünk, hogy egyrészt a közműszolgáltatóknak a nagyobb településen kötelező legyen ö, ö, ügyfélszolgálati irodát működtetni, ahol valódi panaszke felvétel van, valódi segítség van, információhoz juthatnak az emberek, és olyan információs anyagokat is kaphatnak, amivel segítik. Az őket. Unió mennyire szólhat ebbe bele? Bocsásson és. Meg. A telefonos ügyfélszolgálatot is kötelező legyen olyan módon átalakítani, hogyha valaki nem akar beutazni valami, rövid kérdése van, akkor is kötelezők legyen. Ez egy elég bonyolult törvényjavaslat, ezt nem véletlenül tart eddig, mert nem egyszerű rászorítani erre a közműszolgáltatókat, de mindenképpen meg kell ezt tenni. Az Európai Uniónak van beleszólása -e, vagy lehet beleszólása -e? Én ezt előre nem tudom megmondani, mert a törvény szövegtől függ. Számolnak a, hát minden ilyen esetben, ahogy nézem az elmúlt két és fél erre figyelnünk kell. De azért azt ne felejtsük el, hogy az Unió fogyasztóvédelmi politikája azért azt mondja ki, hogy arra kell törekedni, és olyan módon kell a fogyasztóvédelmet átalakítanunk, hogy mindegy, hogy valaki a sarki boltban vásárol, vagy hollapon vásárol, ugyanolyan jogai legyenek, és ezekkel a jogokkal élhessen. Ez az uniós jognak megfelel, a magyar kormánynak pedig az a feladat, hogy a magyar emberek érdekét képviselje. Várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen, hogy itt volt a Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, a napi aktuális második részét látták, válaszolnak bennünket holnap is. Minden jót, viszontlátásra!